azért nézi, mert értek. Van, aki azért, mert szeret. Van, aki oda van az autóként. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az NXT-t. Üdvözlöm a kedves nézőket, Deák Rihád vagyok, az operatőr társak pedig Léte Attila. Hát megérkeztünk, ugye jó kis vasárnap este, egy Sim Racing Company Aston Martin futammal. Ugye az előző napot szintú, ugye zárt kasznival GT3-mal zártuk. Ha most is zárt kasznival folytatjuk, ugye az Aston Martin bajnoksággal. Zolder pályán vagyunk, remélem jól mondtam ki. Az időmérő már javában folyik, nagyon jó időpontban csatlakoztunk, viszont vannak egykör időnk, itt tudunk tájékozódni egy kicsikét, hogy azért az Azzetto az olyan, hogy azért mi nem futnak egykör időt, addig nehéz őket figyelemmel keresni. Az első ilyen kis Dániel 1.27.897-ben egyelőre vezeti az időmérőt, mögötte 5000-del bracsókunk, hát elég érdekes látni, hogy bracsókunk most nem az első nagyobb előnnyel, de ez mégis örömmel fogad minket szerintem. Jön aztán Gál Miklós harmadik helyen, ott már egy másodperces lemaradás, tehát jön a nagyobb különbség. Majd aztán egy fél másodperces lemaradással még Ducsai Norbert, illetve az ötödik Fiatal Zoltán, aztán jön majd Csiha Sándor, Nagy Ádám hetedik, Karagic Dániel 8, Kovács Jóhán 9, és Aulán Zsolt pedig éppen most jött fel a negyedik helyre, egy szép javítás, egy 29-el. Hát egy két tizedet még rádob, akkor meg lesz a harmadik hely is. Egy 29-103-mal. Ugye aztán jön Dobsari, hát 11, majd Vörös Csaba 12, Bakos Martin 13, Kovács Norbert 14. Csobolya Tibor a 10. helyen éppen egy javításban van. Akkor a Pracsó fejlődött az első helyre, az oda. Oda tolt egy majd két tizedet kis Dánielnak. Visszatérve a 15. helyen, hogy egy Csomolya Tibor van egy 1-tizedes, 2-tizedes javítással. A legik jel azért bő 5-tized, hogy azért ebből legyen is még valami. Barta már majd 16, Deák Tamás 17, ő még nem tudta futott már, mert ide futott csak a felvezetőnök. És ennyi, 18-ot mutat nekem. Tehát többen vannak szerintem, csak a ATC távol szegényként nem bír többet felmutatni. Viszont ahogy ott láttam, valaki Urian Daniels 14-re találok, valaki jött, hogy jött. Mindenesetre kis Dániel visszaszerezte az első helyet 29.000-del. Javította meg Bracsóknak az idejét, de Bracsóki visszaesett a második helyre. Gál Miklós a harmadik helyen van meg így arán a szép javításban, egy 3, majd 3-10. Hát az egy 1,2 másodperces javításként jött egyen valami. Viszont Bakos Márta jött fel a 12. helyre. Egy javítás, ott az a mezőn nagyon szűk, tehát ott tizedek múlnak a top pozíciós váltáson. Tehát ott nagyon szoros a mezőn. Hát ugye első kettő a szépen elhúzott, ott van viszont egész szépen szoros a mezőn. 5-től 7-ig, tehát 3 ember 40 ezreden belül van, és ugyan hasonlóak vannak a középmezőben is. Na a Dobsari átfejlett a 10. helyre 1.29-el. 1.29.745-tel. Itt is egy 17 ezredet kell javítania,
és akár megvan a 9. hely is, tehát ezért mondom, nagyon szoros, hogy most ott előtte van valaki éppen. Nagy Ádám és a 8. helyen szép javításban van. Abban pozíció lesz. Majd 6-10-es javítás. Hát ez a 3. helyre elég lehet. Amikor egy kicsit elrontott ezt a sikert. Nagy Ádám, 8. Ott van még az a 4-10 mondjuk. Még 2-10 volt abban a sikában, amit elrontott. Gál is javított egy kicsikét, mondjuk ugye marad a 3. helyen még mindig, de egy 3-10-et azért lefaragott a hátrányából, ezzel kicsit hopp. Hát az egy gyenge 2-10, de még így is fejön az 5 helyre. Ez is azt mutatja, milyen szoros a mezőny. Kis Dániel javított egy picikét 1.27.643-ra, növelte egy olyan 60 ezreddel még az előnyét. Mi nem viszont bracsókunk a 2. helyen. Az eddig oda durrantott egy 2-10-et. És megvan nekünk 2-10. 1.27.529. 114 ezredet vehet Kis Danira. Toros az első kettő. Remélem futamkor is hasonló lesz. Auer Zsolt is már 4. helyen van, ugye? Ő is feljött. Vörös Csaba volt még úgy javítás közelben, de a mélyspárontásban. Kovács Riád a 11. helyen. Hát egy 11 ezredes javítás, de hát jó az is. 2 perc van hátra az időmérőből, és srácoknak most már a sáskák aladni kell, akarnak még egy gyors kört lefutni, akik a boxban vannak. Bracsók is kell az első helyen, és belepróbál egy gyors körre, azt mondja. Nem lehet tudni, hogy Kis Dalinak mennyi van még az idejébe. Hetedik helyen fiatal is ott van, apott fiatal lehet a hetedik helyen, jaj, de rossz helyre sodródott. Barta már volt az illető, mert csúszott kigyorsításkor és elé sodródott fiatalnak, és fiatal pedig 2-10-es javításban volt. Áj, de rosszul sűrnek el az ilyenek. Így már nem is tudnak kimenni úgy gyors körre. Nézzük Kis Danit, második helyen. Egyelőre nullán autózik. Egy pici javítással talán. Ő nehéz már azt, amikor ennyire alternatózik az ember, nehéz az 1-10-et is újból. Mert ugye van ez az érdekes siker, amit most haladt el, ami valamilyen szinten vágható, vagy nem is tudom. Tehát az a baj az ilyen részeknél, hogy ki tudja, hogy a előtted lévő bracsok mennyire csíptelek. Értitek? Tehát annál sikernál kapásból Kis Dani veszített majd 2-10-et. Tehát az a baj az ilyenekkel, hogy nem lehet tudni, most mennyire szabad, meg a másik hogy vágta, és lehet, hogy mivel ő kicsit jobban lecsípte, lehet, emiatt nem lesz fel a pozíció, meg ilyen. Csia Sándor közben 8, és Bakos Márton fejött a 11. helyre. Jön inkább Kis Dani, Bracsók is már boxban. Ahol Zsoltán nincs javítása, Dobsa Riád is még
Így van, de is csak levezetőn körön. Hát akkor mondhatjuk, hogy Bracsók nyerte meg az időmérőt, mondjuk ez már kicsit szorosabb volt. Kisdani az megjelent, és akkor oda fenyített egy kicsit Bracsóknak. Meglátjuk, hogy maga a futam tempójuk milyen lesz. Mindenesetre most egy 5 perces szünet jön, mert ugye látszok, hogy kaptok egy kis pét. Mi is elmegyünk egy reklámra, és akkor 5 perc múlva pedig kezdődik a futam. Miért ne tennél? Találd meg te is a okod, miért nézd az NXT-t. Na mi van? Persze.
15 másodperc múlva kezdődik a futam, lassacskán már gyulladnak a lámpák is. Na, ott vannak a lámpák. Na nézzük, kis Dánielnek milyen a rajtja? Na, azt még nem láttuk. Kicsit kipörgött, Blacsok jól elkapta a rajtot, sőt, még Gál Miklós is elkapta a rajtot, szépen már érkezik majd kis Dániel mellé. Ott a hátsó rész Neuer Zsolt esett vissza egy kis pozíció, és Neuer Zsolt neki ment. Apa, Nagy Ádám is megcsúszik. Ötödik helyen volt, Nagy Ádám már esik vissza hetedik helyre. Neuer Zsolt is meg... Neuer Zsolt is meglökött valaki, de nem tudom ki volt az, aki szintúgy megcsúszott. Lehet Burjan volt? Hát ott dupla kicsúszás volt. Mindenesetre Bacsok szépen eljött, és már mögötte van Kisdöny a második helyen, és Gál Miklós harmadik. Tehát ez az első három, ez már szépen eljött a mezőnytől. Ott a középső mezőnyben viszont meg a negyedik helyen Dobsaliád előzte meg éppen, Csia Sándor esik vissza pozíciókat, már két pozíciót visszaesett, valószínűleg rontotta a sikánt, mert Vörös Csabi is elment mellette. Na de Baracsókot viszont megőrzte Kisdani az émezőnybe. Ha jött Kisdani ezzel az első helyre, Gál Miklós egy kicsit le van maradva, most Baracsóknak kell majd visszatámadni hamarosan. Közben a hátsó mezőnybe is jönnek a pozíció cserék elég keményen. Molnár Attila az idősebbik, bukott három pozíciót, illetve Deák Tamás csúszott ki, vagy kicsit leáll a pálya szélére. Füvezik egy kicsikét. Azt mondja elszív egy 0-5 cigit. De visszatérve a középső mezőnybe, nagyon egyben vannak még a csapatok, Kis Daniel szépen elhúzott Bracsók előtt, tehát az én mezőnyben most már rendeződtek a dolgok. A közép mezőnyben vannak még inkább csatára gyanús emberek. Bakos Márton is a 8. helyen érkezik Owen Zsoltra. A kis hófehér Aston Martinnal. Mögötte pedig majd Kovács Rihárd lesz. Burjan Dániel kezd fejönni szépen a hátsó mezőnyben, már 13. helyen van, és hamarosan támadja Kovács Fő Norbertet is. Valószínűleg, mert gyorsabbnak tűnik. És de szépen elhúzott amúgy. Bracsok mondjuk tartja vele a tempót, de azért van első napja a kemény sásznak. Na nézzük Burjan Dániát a 15. helyen. Át kell veregetnie magát itt a hátsó mezőnyön. Három autó van közel hozzá. Hasonló konvoj van a középmezőnben is amúgy. Kovács Norbert Burjan előtt két napról a piros, 13. helyen ott esett vissza egy pozíciót, mert Ducsai Norbert előzte meg. Illetve Karagics Dániel is kicsit megkoncolja Kovács Fit, az ott keresztbe is állt. Burjan is elmegy még, Nagy Ádám is kicsúszik a 15. helyen, kicsit összekoncolt Burjannal, meg elvesztette az uralmát az autó felett, szerencsére a fal egy kicsit megállította. Mindenesetre Kovács visszaesett a 17. helyre így. Jönnek a kis kocok sajnos, és az a baj, mint ahogy múltkor az előző futamon azt hiszem elemeztük meg, úgymond elmeséltem, hogy hát egy pici kocs, és akkor elég irányíthatatlanná válik az autó, sajnos. Az első háromnak már vagy 6 másodperces előnye van a mezőnyel szemben. Nézd bele úsztak a srácok. A 10. helyre jön fel Barta, már éppen most előzte meg Csogolya Tibort. De még Tibor vissza tud támadni szerintem. Bakos Márton 8. helyen, szintúgy támadási pozícióba került most már Noel Zsoltal szemben. Nézegeti a belső ívet, röviden féktávot vesz, de azért ott még nem lehet bebújni. Mögötte pedig mi mindig ott van Kovács Rihárd. De érdemes hátrafele is figyelni. Joel Zsolt az elég gyors pilótára számít, tehát nehéz fogást találni rajta. Bakos egy kicsit
jobban vette a kanyar, de nem engedte ki az autót, mert azt hitte, hogy megkocolna a Zsoltot. Veszített a kigyorsításból. Na, Kovács Virián berakja belőle, szépen ott tartja, ez még jó lehet. Az még nagyon jó lehet, meg lesz neki. Fejl a 8. helyre. Még ott van Bakos, de ott már vissza kell meg is sorolnia. Viszont most jobbak voltak kigyorsítás a Bakosnak. Hát egy nagyon picivel talán gyorsan, de már én a kanyarszó nem tudom mit csinálni. Féktárja jó a Bakosnak. Réhárnak is jó volt a kanyarvétel, ahhoz képest, hogy belülről vette. Szerencsére ez az a sikán, ahol lehet csipegetni egy picikét. Közben Karagi Dániel, egy csomó olyan Tibor esett vissza. Ott volt valami papi vele, mert megcsúszott, mert három pozíciót bukott, hogy kijött a Bakos Mártonéktól. Ugye Bakos még vissza tudja támadni Kovács járnot, közben átcsöpezőbe is jönnek a pozíciócserék. Hoppá, Csia Sándor a 6. 7. helyen, esik 8. helyen. Keresztbe csúszott, ha jól láttam, akkor éppen hátulról meglökték. Kicsoda, azt nem láttam pont. Ez pont elég volt, hogy neki egy 4 pozíció bukáshoz körülbelül. Lehet dobos, dobsa volt, lehet dobsa volt. Vörös Csabát is megelőztek, ez a Bakos váltott a 7. helyen. Hát ugye most így Kovács, Rihár meg Hauer Zsolt között lett egy kis előny, vagy inkább különbség, úgy mondom. Hoppá, Karagi Dániel 12. helyen a pálya szélén kicsúszott, és fel is adja a futamot. De ott 2 kicsúszott pilótát láttam volna. Kilencen álltak rajthoz, most meg kírja a TC távöröm. Ugye Dani az kiesett, tehát 18-an maradtak. A Brocsókhoz marad lefele kis Danitól, 1,6 másodpercre van tőle. A kis Dani nagyon erős a tempója. Végre valaki elfogja Brocsókot. Túl könnyű dolga volt, sajnos. A Kovács Riláda 6. helyen meg belehúzott. Kezd utolérni Auer Zsoltot. Kicsoda? A 13. helyen Ducsai Norbert, ha inkább visszasorol, azt mondja, viszont külsőről veszi a kanyart, jobb lesz a kigyorsítása, mint Burjan Dánielnek. Szintúj megint alá akar fordulni gyönyörűen. De kevés volt a tempó a kanyarba. Sokat nem ért vele. Mondjuk a Tálcsó, igen, Deák Tamás 16. helyen támadja majd idősebb Molnár Attilát. Jól emlékszem, Tamás egy kicsit gyorsabb pilóta, tehát fogást kell találni rajta majd. És inkább nagyon szépen megérkezett rá, de le kellett lassítania, nehogy neki menjen. Nézegeti a belső évet Deák. A top egy pici koz, de szerencsére a jobb elejét is megkocsolta, tehát ebből helyreállította Molnárt. Position beállította, viszont ezzel kicsit nem maradt. Na most tartottunk úgy, hogy 10 perc után, és most már rendeződtek a szituk. Mindenki szépen elhelyezkedett, úgymond.
A Nagy Ádám fogja még Csobi Tibor tutorálni nem sokkal a 10. helyen. Lévő Csobi Tibort. Egy másodperce van körülbelül tőle Ádám. De Ádám az 1.29.996-ot jött. Tibor az meg egy 32-t, tehát 3 másod. Tehát 2 másodperc, 2,5 másodperc volt a különbség egy kör alatt. Itt másik árnál behozza a nyárdám a 11. helyen. Minden már támadni tud is. Belső ívem, mondjuk most Tiboré lesz a belső ív, nem tudom, nem tervezik körbe autózni azért. Egy merész dolog. Teljesen rossz szívem volt a kanyar, aki most sokat bukott. De gyorsan visszahozza azt a hátrányt. Hoppá, Auer Zsolt 6. helyen keresztbe állva célegyenesbe. Már 7. Nem tudom, hogy ott kigyorsítási probléma volt, hogy valaki megkocolta-e. De nem láttam, hogy olyan hűde közel volna valaki hozzá, szóval szerintem az kigyorsítási probléma volt. Megközben visszatér a 16. helyre. Deák Kékhoz, mert Bartomák is ott van a 17. helyen. Éppen előzi belső éven, kifékezi, gyönyörű. Azt ott meg kell fogni, meg is van, és fejl a 16. helyre Bartomák, és ott van előtte Molnár Attila, de megcsúszni kigyorsításnál. Bartavár megcsúszott egy picikét. Fiatal is szép, megkezd most már feljönni. Az utolsó helyről. Egy 31-es köridőkkel szépen hozza a hátsó mezőnkbe fele. De nézzük Deákot a 15. helyen. Mert még azért rajta van Molnár Attilán. És szépen el is fog adni. Így van. Nagy Ádám közben a 10. helyen sóderágyba, de már jön visszafele. És Csoboly a Tibor jött, szerezte vissza a 10. helyet így. Megy azt, hogy Matillám, azt, hogy nincs kapcsolat. Akkor nem tudom. Más a YouTube most kiért, hogy nincs kapcsolat, az. Nem tudom, hogy csak nálam, vagy másnál is. Ja, elment a wifi. Akkor hogy vagyok izé? Gépen még van wifi? De visszatért a jó. Érdekes volt. Mi a szar? Az volt. Előtte Mizu telefonom volt. De közben Molnár visszaesett meg egy pozíciót fiatal. Támadta Molnár, de úgy látszik, hogy Sóder fog a fiatal. Aztán visszanézte Molnár a pillanat 15. helyen. De a fiatal az mindjárt visszatámadja, mert gyorsabb pilóta. Éppen belső éven, jobb kigyorsítással. Jó, hát jó lesz ez, jó lesz ez, belefér. Az a kis csípés belefért. Kicsit el is végezte a kanyar, de mondjuk azt, hogy nem látom. A brocsókunk egy nagyon picikét hoztak is, Dánielt itt, amíg a közép és hátsó mezőre figyeltünk. Egy olyan 4-5 tizedet találhozott rajta. Hát egy tőlem aztán kérdezheted az életet. Ott a családfa után nem néztem. Nem néztem utána. Családfáknak. Hopp!
Pál Kovács Rihárd a 9. helyen, mert hogy ő falat fogott meg, vagy kicsúszott. Hopp, az a kigyorsítás az kicsit érdekesen sikerült. De ott van valami más is. Hoppá, bracsókuk! Mi lett bracsókkal? Nem tudom, megcsúszott egy kicsikét. Hát meg 5 másodpercet bukott, tehát valami történt vele. Várjál már dobsa is. A bracsók az most be van lagóba szerintem. Ja. Na ott van Gál mögött. Ja nem, a felét ott van Kis Dániel mögött. Csak belaggott bracsók és... Úgy érzem megállt. De közben ott van Kis Dániel mögött, tehát nincs baj. Csak... Nem tudom, kérdezt volna egy mérési pontot, hogy nem tudom. Ne csak nem vissza teleportál egyszer. Én nagyon rajtalmas kis dolgim. 13. helyen lévő bracsok. De 17 babos. Nem tudom az. Meghűlt az AC-tálba. Nálad is utolsó helyen van bracsok? De az előtte sárga autó az meg Kis Dani amúgy, tehát... De nincs baj, csak... Meg bracsoknak elszállt valami. Hogy az eszett tóna. Minden bracsok nyomassat! Testileg ott vagy, lélekben már utolsó helyen, majd a testileg meg ott vagy Kis Dani mögött. Sajnos a lélek számít, nem a test, de... Na, hiába, hogy ott mögötte a leintéskor utolsó helye leszel. Ja, amúgy nem a legstabilabb a mai hétvégénk. Szerintem a szerver problémák is azért szépen beütöttek. Mindenesetre akkor nézzük az utolsó jelenlévő bracsókot, mert most akár is csak akár nem elég közel volt Danihoz, aki az első helyen van. Nagyon egy tempót autóznak amúgy. Úgy hiba nélkül. Hoppá, kérde Ducsai Norbert 17. helyen. Molnárral összeakadtak. Szépen jönnek vissza a pályára. Hát most el is tűnt most be mögülre. Hát most már nincs ott Kis Dani mögött. Nem tudom. Mindenesetre ezzel Bracsok bukott egy második vagy egy első helyet. Hát egy Kis Dani szépen be tud húzni egy első helyet így, probléma nélkül. Majd fenyegetés, ez csak Bracsok volt neki. Aha, mert az Etto írja, hogy
Bradshaw elkezdte vezetni a második autót, vagy két autó van ezek szerint akkor. Meg hát az a baj, hogy három körös hátrány. Lassan nekem plusz három lapot ír. Na mindegy, hát... Szerintem akkor is ügyesnek mondhatja magát, ha már Molnárt elkapja. 30 perc alatt dolgozni ennyi kört, az elég vicces. Jaj, látjuk, Bracsok mit tud kihozni ebből a maradékból. Így most küzdeni az elsőkkel, második, majd egy másodperces lemaradás, aztán pedig dosoljál. Hát egy 25 másodperces lemaradás. Vörös Csaba van arra kicsit közel az ötödik helyen. Bokos Mártonhoz, ez egy olyan 7-8, nem, hát 1,4 másodperc. Ami most egyelőre ez a legszorosabb. Viszont amíg kicsit csitultak a dolgok, addig ugye egy futam a Paul Ricard ment le. Akkor idén a ponttáblázat egy kis Dani, az most jött így a ligába, hogy nézem, mert őt még nem láttuk. És hát Bracsó ki 60 pont, ugye, mert ő nyerte a Paul Ricardot az előző két héttel ezelőtt. Most Kis Dani nyeri a futamot, ami nagy valószínűsége így lesz, akkor Holtverseny kerül az első helyre, ugye Kis Dani meg Bracsó között. Iven Zoltán van második helyen, Molnár Attila a fiatalabbik harmadik, vagy Kucsák Krisztián negyedik. Az a poén, ez a másik, harmadik, negyedik helyen lévő pilóta itt sincs. Tehát lesz nekik majd változtatások. Gál Miklós van ötödik helyen lesz pilótaként. Ugye, de én most ott van másik helyen, így fel fog jönni a második helyre pontdábázott alapján. Akkor így jön, így van, pontdábázott alapján. A fenét! Első lesz Gál Miklós. Valószínűleg. Igen. Fel fog jönni Gál Miklós az első helyre, vagy másodikként befut, de még a harmadikként akkor is. Ő fog vezetni a bajnokságot ezt pilótaként. Fiatal Tócsák Tamás, Eugen Zsolt, 8. Forgász Péter. Mennyi ember nincs itt most amúgy, aki így az évezőben benne vannak? Forgász sincs itt. Tócsák Tamás se. Kutyár. A fél, a 10 emberből vagy 6 darab nincs. Burjan Dániel a 10. Szép változtatások lesznek, mert második futam után a ponttáblázatban amúgy. A Bracsók az... Jelen most meg, megvan Bracsók még. Mindig négy, nekem már 4 kört ír, bakker. De respekt, ha végig megy amúgy. Mikor befut a 18. helyen, azért is jár még 11 pont. Tehát nem hiába akarja végigfutni ezt a futamot, mert a 11 pont az nem kevés. A Csia Sándor 13. helyen kisodródhatott, mert hogy Deák Tamás helyett a 12. helyre. Amúgy igen. Még sokan megcsúsznak ezzel a móddal. Főleg kigyorsításnál.
Ha meg egy picit koccanak, akkor meg ajjaj. Ugye rázok az előző porrikádon is, ami inkább olyan... Sokan rázok és sokan használják is. Ott nagyon megdobálta az abdót, tehát azt meséltem is, hogy rázok ki, az nagyon veszélyes az abdóra. Azt a részük, hogy elemeztük, hogy mennyire kell mennyiség egymás körülbelül, hogy ténylegesen úgy pattanja le az abdó, mint az állat. De hát egy picit a két gumi összeér, már az is jó. Viszont Csiga Sándor most szépen alá fordult. Gyorsítása sem volt rossz. De szinte elengedt ideják. Hoppá, megy a box. Ez a box. Megy deák a boxba. Csapat egy boxot, azt mondja. De ott van már Kovács Norbert is a boxba. Fiatal is, deák is. Hát ugye most vagyunk fél időnél, tehát most jönnek ki a boxba a srácok. Gál is ott volt a boxba, de én már jön ki fel a második helyen. Ki volt az, aki... Vagy... Volt egy pilóta, akinek az előző futamból... Csobolya Tiborok volt az. Hát nem tudom, Tiborom, hogy állsz ezzel a... családival, őszintén megmondom neked. De... sok festékkel a matricára még mindig nem jutott. Szóval nem tudom, hogy a családot kiküldték-e már, vagy még nem, vagy kiküldték, csak még nem volt időd vásárolni. De egyébként meg is van gyűrődve itt a oldalsó ajtó, meg a karosszéria, de nem tudom, Tiborom. Lehet valami adománygyűjtést szervezünk, hogy keresünk valami szponzort még, hogy kapjanak már rá valamit, mert nem azt mondom, ez a cleaner változat sem rossz. Micsoda? Igen. Akkor nekem még nincs meg a festése. Nekem még az alapfehér meg United Racing Design van csak rajta. Lehet csak meg itt már ott a család. Na, a hatodik helyen. Ha vissza fog esni pár pozíciót. Kis Dan is az első helyen. Boxol egyet. Hát azért volt egy jó 33 másodperces előnye Gállal szemben, tehát... Jövőm. Az apója nem is megy lefele. Az előnye Gállal szemben úgy, hogy a boxban még inkább nőtt. Mi a fene? Vannak érdekes. Na, ledroppolódott 3,6-ra, jó van. Kisebb késésekkel, de már az AC távverőm is kezdi fel a dolgokat. Ez a fiatal Zoltán előzte meg 11. helyen Csobolya Tiborunkat. Majd Csiga Sándorom van rajta épp. Nem. Már valaki más van, azt szerintem. A dekörözés ez. Nagy Ádám közben a boxba az 5. helyen.
jön ki a középmezőny is, még kicsi burjadán is a 9. helyen. Hában szinte az egész mezőny öráll a kimótobozva. Neki elvégezte a cserét. Nézd, hogy Csia Sándor a 9. helyen, mert ott hátulról valaki nagyon támadja. De ott legkörözés lesz. Nem, Burjan az most jön ki a boxba. Nagy Ádám! Nem. De? Nem. Nem Nagy Ádám. Mindegy, Fico legkörözött volt már. Tudom ki volt az, hát a bracsókunk. A kajak bracsónk, az most jön főfele. Szegénykép. Hát még egy... Egy szűk... Három kör. Nem babracsolgom, toljad ki el az a 11 pont. Mert aztán bukod az első... Vagyok a 11 pontot, szerez az 71. Akkor megtartja az első helyét a bajnokságban. Mondjuk nem biztos, mert nem még lehet, hogy Gál második elvégezik. Még így is Gál lesz a első. De Bracsók így a második. A minden esetre Kis Dalival szemben így nem marad alul. Befutott a végén. Fiatal majd a 10. helyen. Meg érkezik majd Nagy Ádámra, de minden esetre most Kovács Riád a 4. helyen bejön a boxba. A Nagy Ádám az boxból jött ki. Hopp, ott az előtérben! Valaki kisodródott. Molnár volt az, aki csúszik, csúszkál a pályán nagyon. Ahóra is ráérkezett az ötödik helyen Bakos. Hoppá, Bakos Bártalom, az egy kicsit belaggolt. Vagy csak én laggoltam be. Ugyanakkor a távolság felé között is. Kérdés azt, hogy ki kezdi meg először a támadás. De ne egy Zsolt lesz majd. Hú, de szép hármas volt itt a... Ez legkörözés volt. Hopp, de 2. helyen egy kicsit megtolja hátulról Csobolya Tibort, Borjan Dániel, hát ezzel sok jutott most. De még visszahozhatja. Maradhatunk fiatalon, mondjuk.
tizedik helyen, mert hogy Nagy Ádámon viszont most rajta van. Megint bracsok, megint Peter egyet. Vagy csak két van a bozva, de nem hiszem. Most jön ki. Megint bracsókom van, nem tudom mi van. Ez a fiatal meg egy kicsit lemaradt. Most féktávkor szépen ráérkezik. Jó a kigyorsítás is. Minden most már csak helyezkedni kell. Viszont most Ádámé lesz a jobb pozíció belsőjével, le tudja védeni. Főleg a sikában nem tud mit csinálni fiatal. Várnia kell még egy picikét. Kevesebb mint negyed óra van hátra. Most kell apa fiatal egy kicsit megcsúszik ki gyorsításnál kétszer is. Szépen megfogta. Csak hát ezzel bugott egy kis időt. Na burjanék! Tiborjan újra utolérte Tiborunkat. És meglökés után. Már csak támadni kell. Le kell csapni rá. Egy másodperccel volt gyorsabb Burjan Tibornál az előző körben. Belső éven szépen, jó veszi. Egyenesben nem fogja tudni megfogni, de érkezik. Itt a sikernál lesz jó kigyorsítása majd. Hát itt berakja. Hát is ott volt. De még Tibor azért kicsit elő volt. Kicsit nehezebb még bele, úgy érzem amúgy. 12 perc hátra a futam, itt már be, nem csak bele a gond, de ugyanúgy jobb első íven. Felfelvesztette a két kocsi, viszont Tibornak jó volt a kigyorsítás a külső ívről, és vissza tud elé zárni. Burjan külső ívről veszi a könyök, jobb lesz a kigyorsítása. Itt a kanyar íve most alá fordulva, úgy van egyre gondolunk, csak a túlságosan alá fordult. Nem mondja a kigyorsítása. Tibor egy kicsit lesodródik, itt a lehetőséged Daninak. Külseiről. Na, megvan neki. Kicsit lesodródott a külseiben, de meg lett neki. És megérkezett Kovács Norbert, hiszen a harmadik helyen, harmadikként. Ez lesz még a szép. Meg egy Kovács Norbert. Tibor megint, 13. helyen. Óer Zsolt is az ötödik helyen kezd most már ráérkezni majd Bakos Mártonra. 5-10 van közöttük körülbelül.
Basúgunk újra a pályán, amúgy még mindig. Egy két kör van Molnár és ő közötte, szóval nem hiszem, hogy meg lesznek ide. De jó az a 11 pont. Papár Csabi a Tibor boxban a 13. helyen. És 13. helyen is maradt. Ja nem, Deák az el tudott jönni. Hát így, hogy Csóboly a Tibor kijött onnan, így szétszagadt az a hármas. Fiatal nem tud egyelőre közelíteni Nagy Ádám az a 10. helyen. Lehet még a talán Nagy Ádám hibázik, akkor meg lehet. Köszönöm, kell. Köszönöm, a srácok is, hogy elkezdik majd komolyabban nyomni neki a határon, úgymond, mert látják, hogy ott van előttük valaki. És a pici bal szemüket egy kicsit feljebb viszik, balra, így észak-nyugat felé. Akkor látni fogják, hogy 8,5 perc váltan a futamból, szóval ideje nyomni. Mit tudod, Attilám? Ja. Ja. Hát talán nem olyan zsoltom. Foghat valamit még az 5. helyen, de hát ott is van egy másik perces hátrányból. Ez szerintem egy lájtos maradék 8 percünk lesz. Fiatal és Nagy Ádám is között is kb. Annyi a különbség. Fogásokat kell majd találniuk. Nekem meg közben a kupamak sem mindjárt felrobban. Hogy van meleg. Való az aksi. Dolgozik szegényként, veszi fel az áramot, tudod. Hát kis dolgok, egész szép első futami van. Meg kell mondjuk. Hát egy olyan 4 kör van hátra durván. Maximum 5. Egy 29-6 környékén autózik. Legalább még most tartja vele a tempót, most úgy egy tempót autóznak. Noel Zsolt az 5. helyen. Kezdi utolérni Bakost. És még meg is lehet neki. Tehát még van egy 5,5 perc, az még sok mindenre elég. Kicsit kellene belehúznia.
De... Ez olyan jó. Jövőben kalkulálok az idővel. Kovács Riád megfutott a leggyorsabb köridejét így a végén, egy 30 túl 33. Az nem rosszul úgy. Az én mezőnyén én egy 29 végét. Lekörözés volt. Hát igen, Auer Zsolt az, aki most így. Hoppá, fiatal tizedik helyen, Nagy Ádámnak rossz volt a kigyorsítás, és jön tempó erőből jön fiatal Zoltán külső ível. Nagy Ádám viszont elfékezi a kanyart, és fiatal feljön a 9. helyre a végén. Kap is még egy kis sóderágyat, és itt el is butta Nagy Ádám a 9. helyet. A végén még feljött. A Zsoltikánk meg elég szépen lemaradt most. Az 5. helyen. Bracsók előz egyet. Az utolsó helyen. Dolgozik. Keményen Bracsókunk. Na, még van egy 3 kör hátra. És kizárólag meg lesz az első győzelme. Nagy Ádám az nem tudna fiatal, amit kezdeni, nincs akkor a tempó különbség. Egy kiesők van eddig csak, tehát mégis szépen megúzták a srácok. Az is inkább magától állt csak ki. Mondhatjuk azt, hogy szinte balesetből vagy hasonló dugó a kieső. Azt mondja, hogy Kisdani most pont lesz még 2 kör. Most ért át Kisdani a cél egyenesen, de még egy kör befut, és aztán marad még egyre idő. De Zsoltnak van még 2 köre. Valamit alkothasson. Azt nézem közben, hogy ott az első, úgymond, a Bracsok ment el ott? Hoppá, Bracsok, mik csodát csatázik az utolsó helyen. Ki van előtte? Sándor? Tudom, a Sándor. Így van, Csiha Sándor. Tudom, de Bracsok az most szedi vissza a kört. De Sándornak relatív van joga védekezni. Mert podic. Jó, hát neki már mindig. Kezeli Belics Kovács Ihárnak. Ha nézzük Bracsókunkat, mutassál Bracsók valamit.
utolsó körbe vagyunk, igen. Bracsók vajon megelőzi, ott meg is lesz. Besodródik Sándorunk. Bracsók el tud menni. Ahol Zsolt is közel van amúgy Bakoshoz az ötödik helyen azért. Ez egy pici hiba, aztán még bejöhet Zsolt. Ennyire erő van már kis Dani. Ja. Az a csata, nem? Nem csata az, hanem de 13. helyen, és a másikat nem tudom. Ja, Mátét a célegyenesen. Ah! Nos, hát srácok, kis Danikám, első futam, dur neki első hely. Probléma nélkül, amióta Bracsőkonyon elszállingózott. Megnyerte kis Dani ezt a Zolder futamot, és aztán jött Gál, majd Dobsori hát, Bakos Márton, Auer Zsolt még ott van mögötte azért. Ezt még figyeljük, kísérjük figyelemmel. Egy jó kigyorsítással. Még azért oda léphet a srácnak. És Zsolt is tudja, hogy nincs veszteni valójában, mert 20 másodpercre van mögötte Vörös. Tehát itt lehet kockázni. Pár kanyar van hátra. Nézegeti a belsőbet az jó, de nagyon messze van még. És nincs meg neki. Makosé lesz a negyedik hely. Zsolt jön mögötte szorosan 5. helyen. Vörös Csaba 6. Kovács Riát 7. Fiasárnal 8 fiatal. Kánc Nagy Ádám 10. Burjan 11. Kovács Finorbert 12. Jött Deák Tamás is, de 3. helyen Csobolya Tibor 14, Lucsai Norbert 15, Bartabák 16, Molnár Attila 17, és a Bracsógér 18. helyen. Imádom, hogy már boxba jönnek egyből, nem az, hogy nem lesz levezetőkör. Nos, srácok, hát ez volt az Older futam a Sim Racing Company Nebelnek. 7 hét, a Sim Racing jó volt, abban 2 hét múlva jelentkezünk ismételten, ha minden jól alakul. Pályát nem tudok, az legyen meglepetés számomra is, nektek is. Legközelebbi adásunk kedden, igen, kedden replayből lesz leadva az ESL-nek a futamja. Ott viszont Horváth Ádám cimborám fog majd kommentálni. Ő is egy nagyon jó kommentátor, tehát abszolút élvezetes, ezt garantálhatom, szóval innen semmiképp se adjátok ki kedd este. És hát akkor vasárnap este van már, azért holnap meló, meg minden, én azért még leúrok egy italra a kosárba. De érezzétek jó magatokat, további kellemes estét kívánok, jó pihenést, köszönjük, hogy minket néztetek, sziasztok!